Kedves kollégák, a Nemzeti Drogmegelőzési Iroda részéről szeretettel köszöntöm Önöket, szeretettel köszöntelek benneteket, és arra a szóra, kifejezésre fűzöm föl a mondandómat, ami többször elhangzott, és minden eddigi hozzászóló részéről előfordult, nevezetesen az együttműködés fogalmára. Az együttműködés létrejöttéhez a kompetenciák tisztázása is szükséges, és az egyik dolog, amiről itt előjáróba szólnék, az a Nemzeti Drogmegelőzési Iroda kompetenciáját érinti, ugyanis azt tapasztaltam az elmúlt években, minthogyha lettek volna az ND-vel kapcsolatban olyan elvárások, amelyek a valós kompetencia körén kívüli cselekvésre hívták volna fel ezt a szervezetet. A területünkön alapvetően három nagy érdekhordozói csoport van, három nagy illetékességi kör van, a szakpolitikái, amely forrásokat biztosít, illetve jogszabályokat készít elő, a szakmai érdekvédelem kompetenciája a különböző szakmai szervezetek és vezetőségük részéről, illetve maga a drogszakma illetékességi köre, illetve cselekvési köre. Az NDI ebben a kompetencia rendszerben egyértelműen a drogszakma kompetencia köréhez tartozik, tehát nem tud érdekvédelmi feladatokat ellátni. Drogszakmai kompetenciával rendelkezünk, a mi klienseink azok a szakterületen működő szakemberek, illetve más érdekhordozói csoportoknak a tagjai. A távlatokról szeretnék a következőkben beszélni, mégpedig három dolgot érintve. Az egyik a drogstratégia kérdése, amely már az eddigekben ugyancsak előtérbe került, és amelynek az átmenetiségét vagy hiányát bizony valamennyien érezzük, és örömmel állapíthatom meg, hogy most valóban fölgyorsult a stratégia elfogadásának a folyamata. A drogstratégiával kapcsolatban három dolgot emelnék ki. Az egyik az az alapelve, amit úgy nevezhetnék, hogy promóciós megközelítés. Természetesen a prevenciós mellett. A prevenciós megközelítés egy hagyományos stratégiai alapelv, de ebben az új formálódó stratégiában a promóciós megközelítés is nagy hangsúllyal jelenik meg. Ugyanis egy problémával nem csak olyan módon lehet foglalkozni, hogy megnézzük, hogy hogyan kerülhető ki, hogyan küszöbölhető ki, hogyan mérsékelhető, hanem egy problémával áttételesen is lehet foglalkozni, hogyha az alternatív viselkedést megerősítjük. És itt egy nagyon jelentős szakmai elv az, ami meg fog jelenni nagy hangsúllyal, hogy a nem szerhasználókat is ebben a fajta egészségmagatartásukba próbáljuk megerősíteni. Ez ugyanúgy szolgálja a szerhasználók érdekeit is, sőt még a függők érdekeit is, mint a prevenciós hangsúly stratégia. A másik ilyen alapelv, ami már inkább az ellátórendszert és a kezelő ellátórendszert érinti, ez a felépülésközpontú megközelítés. Az eddigi stratégiában is természetesen ez benne volt, itt talán nagyobb hangsúlya jelenik meg, amiatt a tény miatt, amit segítőként valamennyien tudunk, hogy a kliensekkel való foglalkozás hatékonysága kimenetele szempontjából döntő tényező. A választott módszernél is fontosabb tényező az, hogy milyen attitűddel vagyunk jelen ebben a kapcsolatban. És hogyha az az attitűd a teljes felépülésbe vetett hit és az ezzel kapcsolatos bizalom attitűdje, ez biztos, hogy a hatékonyságot is pozitívan fogja befolyásolni. Egy harmadik ilyen alapelv ebben az új stratégiában az önszerveződésnek a nagy hangsúly, az önsegítő csoportok hangsúlya. Épp a múlt héten vagy múlt előtti héten jártam Debrecenbe, ahol névtelen narkománokhoz tartozó csoporttagokkal együtt egy műhelymunkában vettem részt, és noha ismerem ezt a világot, de mégis számomra is újszerű volt az, hogy ők maguk azt használták, hogy ennek az egésznek, amit csinálunk, a lényege a felépülés klímája. Ezt meg tudjuk-e a csoportban teremteni? Tehát milyen érdekes szinergiába kerül a napi tapasztalat, a adott esetben még diplomával sem rendelkező önsegítő csoporttagnak a megfogalmazása, a szóhasználata azzal, amit nagyon okos emberek a szakterületről egy stratégiába megpróbálnak érvényesíteni és megfogalmazni. A másik kérdés, amiről szólnék, az a programakkreditáció kérdése, ez is a távlatokhoz tartozik.
Valóban ez egy régóta várt és nagyon jelentős lépés, és nagyon sok buktatója van. Itt majd nagyon fontos lesz az, hogy a szakma egésze kövezze ki ennek az útját, mert nem csak meg kell tanuljunk hatékony programokat tervezni és akkreditáltatni, hanem majd meg kell tanuljuk ezeket elbírálni is, mert ugye ennek nincsen előképe. Annál is inkább, mivel számos olyan tényezőn múlik egy program hatékonysága, ami nem foglalható bele egy adatlapba, ami inkább már a személyes kommunikáció, a diákokkal való kapcsolattartás, a személyes hitelesség tartományait érinti. Ezt nem tudják leírni a programok gazdái az adatlapokban. Tehát itt egy nagyon fontos lépésről van szó, de egy tanulási folyamat kezdetéről is egyúttal. És ahogy Erika is említette, nyílt napot tartunk majd az NDI és az OFI közös szervezésében május 17-én. Már látom az eddigi konzultációk alapján, hogy bizony nagy kihívás lesz minden eddigi prevenciós szolgáltató számára megfelelni az adatlap követelményeinek. Hogy valóban be tudjuk-e bizonyítani a programunkról, hogy hatékony. Ezt meg kell tanuljuk. Nagyon nagy kihívás. Természetesen azok, akik el fogják bírálni ezeket a programokat, nyilvánvalóan nem azzal a szándékkal fogják tenni, hogy úgymond kinyírják a terepen már hagyományosan működő és vélelmezhetően jól működő különböző szakmai szereplőket, hanem azzal a ihletéssel, amiről Erika is szót ejtett az imént. A harmadik ilyen kérdés, amiről talán most szólok először nyilvánosan, ez egy kutatási programnak a kérdése, a TAMOP 7.2.1-es programon belül néhány hónapja zajlik az NDI szervezésében egy kutatás, ami 10.000 diák, 6 korcsoportba sorolható 10.000 diákra terjed ki, két vonatkozásában újszerűnek tekinthető, és van egy harmadik lehetőség is ebben a kutatásban, ami európai összevetésben is újszerűvé formálható majd. Az egyik ilyen újszerűsége az, hogy a védőtényezőkre különös hangsúlyt fektet, hogy valaki miért nem fogyaszt kábítószert, ez legalább olyan érdekes kérdés, és kevésbé kikutatott kérdés egyébként, mint hogy valaki miért kezd el szereket használni, erre is irányul a kutatás. Másrészt pedig a személyiség tényezők, a személyiség változókra is nagy hangsúllyal centrál ez a kutatás, különböző projektív teszteket és egyebeket is használ, nagyon nagy távlatai vannak, úgy gondolom, és hogyha sikerül végigvinni, akkor éppen az iskolai, különösen az iskolai programok számára igen nagy lehetőségeket, módszertani lehetőségeket is fognak kínálni ezek a tapasztalatok. A másik távlata ennek a kezdeményezésnek pedig az, hogyha ezt végig tudjuk vinni, hogy két évente utánkövessük azokat az osztályokat, amelyeket megkérdezünk, 6 éves kortól egészen 17 éves korig óriási haszonnal kecsegtető adathalmaz birtokába jutunk, és örömmel mondhatom, hogy helyettes államtitkár úrnak is ezt már jeleztük, ezt az óhaját a kutatócsoportnak, és úgy tűnik, hogy már meg is kezdődött az azon való gondolkodás, hogy 2, 4, 6 és 8 év múlva hogyan lesz folytatható ez a vizsgálat. Én ezt az alkalmat az együttműködés új esélyeként értelmeztem, amikor idejöttem, és néhány szó, noha nem beszéltek össze az eddig szólók, azok, az előfordul az én általam itt hirtelennyében egy negyed órával, 20 perc ezelőtt leírt skicben is, és az önreflexiót említette Erika. Én is szeretnék tenni egy önreflexiót. Régi kifejezéssel önkritikának is lehetne mondani, de nem szeretem ezt a kifejezést, maradjunk az önreflexiónál. Amikor az NDI élére kerültem, akkor az volt az elképzelésem, hogy érvényesítem azt a több évtizede is vallott és meglehetősen tudatosan épített felfogásomat, szakmai felfogásomat, ami az önszerveződésre és az autonómiára szorítkozza az erőfeszítéseket. Magyarul mindenkit lehetőleg hagyni kellene dolgozni, ahelyett, hogy irányítsuk a folyamatokat. És ezt próbáltam érvényesíteni, például a KEF hálózattal kapcsolatban nagyon fontosnak tartottam, hogy a KEF-ek saját aktivitása tudjon kibontakozni, és most, és ez az önreflektív elem, hogy úgy látom, hogy
miközben továbbra is azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos szakmai alapelv, rájöttem arra épp az elmúlt hetek regionális KEF értekezletei tapasztalatai alapján, hogy azért az NDI-nek és személy szerint talán nekem is hát idézőjelben ne értsék félre, a gondozásra lehet, hogy nagyobb hangsúlyt kellett volna fektetnie. Köszönöm szépen!